Kedves lemezeim, a mikrofon előtt Simon Albert, beszélgető társ Pap Márta. 1986-ban készült műsorunkat ismételjük meg a kiváló tanár, karmester, zenetudós és muzsikus születésének 80. évfordulóján. Simon Albert karmester, a Zeneművészeti Főiskola tanára ül a mikrofon előtt, hogy beszéljen nekünk kedves zeneműveiről. Talán tisztáznunk kellene azt, mit értek én kedves zeneművem alatt. Kedves lehet egy zenemű, amely elementárisan hat rám, tehát nincsenek feltételeim vele szemben. Ahogy megszólal, érzem, hogy ez az enyém. De hogy miért az enyém és miért hat rám, erre úgyse tudok választ adni. Nem tudom ezt a fogalmat tehát definiálni. Nem tudom azt, hogy mi a különös rajta, nem tudom megmondani. És nem tudom megmondani, hogy miért egyszerű ez a dolog a számomra. Így hát a kedvesnek a fogalmát nem tudom elmondani, de tudom magamban mindennél határozottabban és mindennél konkrétabban, hogy mi ez. Én karmesterséggel, tanítással, zenekarral foglalkozom, tehát elsősorban a zenekari művekről lévén szó, tisztázni kell, hogy van egy karmester és van egy zenekar. Lehetséges egy olyan eset, hogy van egy karmester, és akkor nem érdekel, hogy melyik a zenekar. Sok példát tudnék erre mondani. Vagy van egy olyan zenekar, amely olyan hangszer módján jelentkezik a számomra, hogy mindegy, hogy ki vezényle, sőt, majdnem az is mindegy, hogy mit játszanak. Az optimális nyilván a kettőnek egy teljes azonosultsága, és ez az azonosultság, ezt szándékosan mondok, itt ilyen kitalált szót, tehát nem azonosak, hanem egyek valamiben. De természetesen a mű az a harmadik, amelyben mindketten azonosulnak. Tehát a testület, aki játszik, és aki dirigálja. Kedves lehet egy olyan hangrögzítés, amely egy valamikori személyes megélést idéz fel. Hát erre számtalan példát tudnék mondani, mert nagyon nagy karmestereket éltem meg hosszú időn keresztül személyesen. Ez egy olyan abszolút értékkel rendelkezik, amely élmény volt, és még ma is él bennem. És ez az élő vagyon, ez irányított engem akkortól, és azóta is. Tehát, ha ilyesmit találok, és ezt fel tudja bennem idézni, akkor az kedves lemezem. A szembenek egy pályája van, szokták mondani fejlődésének időszakai, bár ebben a fejlődésben nem hiszek, hanem lehet olyasmi, hogy a szemmelben volt valami, ez akkor megvolt, és egyre jobban megerősödik, vagy egészen új utakat mutat fel. De hát bizonyos időszakokban megvilágító erővel nyilvánított ki valamit számomra, valami nélkülözhetetlen fontos felismerést, amely felismerést úgy, mind belső megélést, mind pedig ténylegesen a legapróbb szakmai részletig. Tehát, hogy most elébe vágjak valamit, az, hogy mi egy fél spikátó, azt először a Kleivernél láttam, a Erich Kleivernél, és azóta tudom, hogy mi az egy fél spikátó. A hallgatónak talán rébuszként hathat, hogy mi az a fél spikátó, de hogyha egy olyan adásra módunk volna, ahol egy részletet kiveszek, és akkor van egy passzázs, vagy valami egy hely, és hallja mindenki, hogy milyen fantasztikus, milyen ütőerős, ahogy szól, akkor azt mondom, ez tényleg félszikátó volt. Nagyon messzire vezetne erről beszélni. Tehát talán, amikor kedves lemezemről beszélek, akkor számomra a fontos, és számomra ami maga a dolog, ez a kedves. Lehet talán általánosabban úgy fogalmazni, hogy valamiféle tökéletes interpretációja egy műalkotásnak, amiről beszélni fog? Ó, azt kell mondanom, hogy tökéletes interpretáció valószínűleg lehetséges, és igyekeztem olyanokat kiválasztani, olyan előadásokat, amelyben egy valamilyen fajta tökély nyilatkozik meg. És erről fogok talán majd beszélni. Azt hiszem ez a kérdésre a válasz, és a választ majd az előadások fogják megadni. Tehát minden látszólagos itt-ott tökéletlenségükkel együtt mégis egy maximális tökét hoznak. Előre mondva, a fölvételeknek egy jó része olyan, hogy 1931-32-ben készültek, amely külön érdekesség olyan szempontból, hogy a
technika úgy látszik nem sokat oldott meg az interpretáció szempontjából. A legtökéletesebb kvadrofónia sem tud előcsalni valami olyasmit, ami nincs eljátszva. Szépíteni tud, retusálni tud, benyomást tud kelteni, de azt, ami 1931-ben hallható lesz majd egy-egy fölvételen, amely például a fölvételek közül az egyik olyan, hogy egy filmfelvételnek a hangszalagját vették le lemezzé. De ott fog a legjobban érződni, hogy miféle teljességgel és teljes angazsmannal, tehát elkötelezettséggel, tudással, ott léttel van minden egyes hanggel játszva, amelyet a legtökéletesebb kvadrofónia sem tud előcsalni, sem a jó, sem rossz értelmében a csalásnak. Nos hát, beszéljünk a váratlan élményekről. Néhány héttel ezelőtt ilyen videó fölvételeken számtalan olyan karmestert volt módon látni és hallani is, akiket még soha nem hallottam élőben. Például ilyen volt a Furtwängler, vagy a Toszkanéni, valakinek ez megvan. Itt sorozatban, sőt még a Arthur Nikis is látható hang nélkül, meg a Richard Strauss, meg mindenki, a Carl Schurich, akiket soha nem hallottam. És ott volt egy, szándékosan nem említem a nevét, egy nagy nevű német karmester az akkori berlini filharmónia zenekarral. A film a berlini filharmónia története volt. Hallván és látván, hogy hogy dirigálja ez a nagyon neves karmester, azóta meghalt, a berlini filharmóniával, akik remekek voltak, létrelődött. Teljesen kifakadtam, hogy ez a retteltesen német. Rettetesen német, ilyen monumentálisra földagasztott, ilyen hatalmas kúsza, nagy zajok, mindenféle romantikus hozzányúlással, tehát hatásokat direkten megcélzó előadás volt, amely darabban kétségtelen látszik lenni ezek a hatások. Ráismertem a saját bűneimre is, mert nem egyszer csináltam a léprelődöt, bár én úgy lettem tanítva, hogy hát lehetőleg azt kell játszani, hogy kottában áll, de hát ki tud ellentállni ilyen nagy fantáziáknak és mozgatásoknak és minden, ami ott létezik, kontrasztoknak, hatásos szüneteknek, nagy kivárásoknak, nagy felfokozó, felhalmozódásoknak, amelynek egy, ugye, egy óriási csúcspontja van, nyilvánvaló egyetlen egy akkordban van a csúcspont, mondani se kell, és mindenki arra vár, hogy mikor csattan el már végre az a Cintányér című előadás. Nos hát, ottan a videóval lehetett ezt a léprelődöt hallani, és kifakadtam erre, hogy ez olyan németes, elviselhetetlen, nem lehet ezt a lisztet meghallgatni. Hát nincs valami más fölvétel valaki mással. És akkor erre mondták, hogy de van, nem, kivel? Hát a Pierre Monteux-vel. Ó, Monteux, hát az csak jó lehet, mondtam magamban, és elkértem a lemezt. Már éjjelre járt az idő, azt hiszem, éjjel 2 óra lehetett, és rögtön éjjel meghallgattam a lemezt. És ott volt minden abban az előadásban, ami számomra a Monteux. Sajnos a Monteux-t élőben sem videó nem láttam dirigálni, de nagyon sokat hallottam róla, és hát mondjuk a legnagyobb dicséret, amit kaphatott, hogy amikor Klemperer Amerikába ment, akkor az első volt, aki bizonyos francia ciklusra Monteux-t hívta meg. A Monteux egyébként több évig Mengelberggel együtt dolgozott, sőt, Richard Strauss is fölemlíti azt, hogy a Monteux az igen, az karmester volt. Érdekes Monteux-vel, hogy később fedeztem föl, mert egy fiatalnál, hát mit jelent az, hogy Monteux a nem sztár, a fiatal a sztárokat látja. Természetesen ma azt hallja, hogy hát a Karajan, meg én most nem említem már a neveket, a nagyokat. Tehát egy fiatalnál ugye a rangrend egy Furtwänglernél kezdődik, és így tovább. Na mostan, ami Monteux-vel kapcsolatban velem felidéződik, ez egy szólítság, amely ugyanakkor hihetetlen színgazdag zenekar is. Szavakkal elmondhatatlan, zenében elmondható végtelen értelmesség, amely ugyanakkor a legfinomabb költőiséget árasztja. És hát mondjuk a ritmikáinak egy ilyen plasztikussága, ugyanakkor egy éle, szóval az egész előadásnak egy heve, egy lendülete,
ami ezt mondta nekem, vagy például az, hogy a zenekar nem hivalkodó, virtuóz, de virtuóz abban az értelmében, hogy az egyéni játéknak és az összjátéknak egy hihetetlen kontrollja és egy fölénye van. Tehát Montő volt számomra az, amely a zeneszerző, tehát a kottába lerögzített, vagy a német mondja ez a gesetzt, valóra tett, lerögzített, feltehető hangzási hatásait biztosítja. Hát ez tényleg egy fantasztikus előadás volt, azért ezt meg kell mondanom. Ugye ez váratlan élmény volt, de több váratlan dolog volt ugyanebben az időben. Azóta Krótanár úrtól megtudtam, hogy 1900-as évek elején magyar Liszt-összkiadás született is, amely ez a Liszt előszót írt, illetőleg a Liszt 1856-ban kiadott szimfonikus költeményei németül írott előszavát fordították le magyarra. Fel kell olvasnom ezt, mert amit Liszt ír, nem minthogyha össze akarnám egyeztetni azzal, amit Montő csinál, vagy amit Montőről mondottam, de ha már olvasom, azt hiszem mindenkinek fel fog egy pillanat alatt idéződni, hogy Montő bizonyítja azt be, hogy mit is mondott Liszt, amikor ezt az előszót leírta. Nem túlzás Montőre vonatkoztatni, amit Liszt mondott. Legyen szabad megjegyeznem, írja Liszt, hogy nem szívesen gondolok olyan gépies, ütemszerű, a súlyos és súlytalan tagokat folyton kiélező, szétdarabolt játékra, amilyen bizonyos helyeken még dílik. Helyesnek csak a periodikus előadást ismerem el, a lényeges hangsúlyok kidomborodásával, a melodikus és ritmikus árnyalás kikerekítésével. A dirigens szellemi felfogásában van letéve egy szimfonikus produkció élő idegzete, mondja Liszt, föltéve, hogy a zenekarban a megvalósításhoz szükséges eszközök jelen vannak. Mert különben tanácsosabb lemondani olyan művekről, tehát például a Léperüdről, amelyek a köznapi népszerűségre semmiképp sem pályáznak. Azt hiszem, hogy Montő előadása után lehet csak elhinni azt, hogy ez a mű tényleg nem köznapi népszerűségre pályázott. Majdnem azt merném mondani, hogy Montő vállalta az összes unalmakat a darabban, és helyette egy teljes szépséget adott, és a darab befejeztével éreztük azokat az arányokat, amelyek ebben a darabban élőek voltak, tehát az élő idegzet. És a előadás végeztével lehetett azt érezni, hogy itten zeneműről van szó. Ha tetszik, végig egy motívumnak egy variációról van szó. Természetesen ebben nem mondtam semmit, mert egy műben annyi minden egyéb történik. A hangszerelés, tehát a hangszínektől kezdve, és a harmonikus felépítés, tehát a tonális konstrukciója, az összes újításai visznek jelen vannak ebben. Nem tudok méltatni darabokat, és ebben nem akarom a Léperüd helyet elmondani, hogy hogyan van a Léperüd megírva. Mindenesetre egyben megegyezhetünk, itt egy zeneművet hallottunk, mégpedig felejthetetlenül szépen. Most jön a Liszt utolsó bekezdése, jól lehet arra törekedtem, írja Liszt, hogy szándékaimat pontos jegyzésekkel megértessem. Mégsem tagadom, hogy egy és más, sőt éppen a leglényegesebb nem vethető papírra. Számomra mind a két része a mondatnak döntő, tehát pontos jegyzéseket, pontos indikációkat adott, hogy valamit fel lehessen fogni, hogy ott valami le van írva. Na most ezeket mellőzni, ez azt jelenti, hogy nem tisztelte a betűt. Ő okosabb volt a szerzőnél. Ő azt mondja, hogy ő majd csinál ebből a darabból valamit, a szerző indikációinak a mellőzésével. Egyébként más is le van írva egy kottában, mégpedig nagyon pontosan le vannak írva hangzási arányok például, ami egy adott pillanatban vertikálisan szól.
a sorát a helyeknek idézhetném, ahol ez a belső transzparencia, a hangzásnak ez a kis kiegyensúlyozottsága, az összes nüanszokkal, az összes hangképzési nüanszokkal, hogy szólalt meg egy hegedű, fönt, kürt szóló, köztefagott, minden plasztikusan ott volt. A legnagyobb tutiban hallani lehetett, hogy ki mit játszik, és milyen ügyben teszi ezt. Ugyanakkor azt írja, hogy a leglényegesebb nem vethető papírra bizony, hát az ízlése a dolognak, és az idegzete nem vethető papírra. És amit ő ír utána, hogy csak a művészi erőkészlet, csak az együttérzően lendületes reprodukálás úgy akar nagy, mint az előadók részéről tud mindent átfogó hatást létrehozni. Ezt írja Liszt. Nem tudom, hogy ez az a hely, vagy ez az a pillanat, ahol én hosszasan kitérek arra, hogy minden időkre vonatkozik, amit Liszt leírt, nem csak az ő műveire. De ami számunkra talán a legfontosabb, ez a tudás, ez az ízlés, és az emberi magatartás, a szellemiség, ami Montaigne-ből áradt is, amiért valószínűleg Liszt írta, hogy művei talán nem köznapi népszerűségre pályáznak. Több mindent vetettem föl beszélgetésünk kezdetekor. Az egyik gondolat vagy mag az volt, hogy a karmester és a zenekar azonosulása, vagy ha tetszik, a zenekar és karmester azonosulása, és a mű megragadóan hibátlan előadása, tehát avval való azonosulása mindkettőnek. Találkoztam az elmúlt talán 8 év folyamán egy még ma is élő tradícióval. És ez pedig a Dresdai Staatskapelle volt. A Dresdai Staatskapelle, amely bizonyíthatóan egész Schützig vezeti vissza tradícióit, és a múlt század elején Weber volt ott állandó, ő volt a dresdai zeneszerző, majd Wagner volt ugye a 40-es évek körül, és így tovább élt ez a hagyomány, míg nem a 20-as években Fritz Busch került oda, aki fölfedezte ezt a dresdai tradíciót, és úgymond újból megalapította és fölélesztette, zenekari iskolát csinált Dresdában. Akikkel én találkoztam, ezek a mai Dresdai Staatskapellének vezető hangszeresei voltak, koncertmester, szólócsellista, szólókürtös, szólófugolása, akik itt testen dolgoztak velem. Akkor én nem tudtam arról, hogy mi ez a Dresdai Staatskapelle. Sőt, őszintén megmondom azt is, hogy Fritz Busch is későbbi fölismeréseim közé tartozik. Talán 1972-ben lehetett, hogy NDK-ban voltam a nagyobb főiskolákat meglátogatni, és így kerültem Dresdába, ott az ottani zenekarban, akkor még nem tudtam, hogy a Staatskapelle, az a Dresdai Staatskapelle. Egy régebbi tanítványom, aki ott játszott, összehozott a koncertmesterrel, aki az ő tanára volt. Én néhány év múlva módon volt őket meghívni, hogy Budapesten is dolgozzanak. Akkor már hallottam a zenekart, és valami megfogalmazhatatlan, már úgy kezdett bennem megfogalmazódni, hogy talán mivel lehetne jellemezni, miben különös, vagy miben nagyszerű a zenekar. Egy különös transzparenciája és egy különös világosság volt a játék technikájuknak és a jelenlétüknek. Jelen voltam egy próbán, ahol egy külföldi karmester ott dirigált, és a zenekar teljesen mást játszott, mint amit az dirigált. Ez a sok ilyen élményem közül talán az egyik legmaradandóbb volt. Az illető dirigálta a maga karmesteri technikáját. Én most nem mondom, hogy az milyen volt. De hogy a zenekar valami egységesen, teljesen mást játszott, majdnem azt lehetne mondani, hogy más tempóval játszott. Kíváncsi voltam nagyon, hogy mit jelent ez a tradíció a napi gyakorlatban. Tehát lebontva tanításra, hogy jelenik ez meg?
Most egy néhány dolgot szeretnék felidézni, néhány szóval szeretném azokat az elemeket, vagy azokat a területeket megjelölni, amelyek ezeknek a dresdaiaknak a mindennapi tanításában megnyilvánult. Mindenek előtt először klangzinről beszéltek. A klangzin az magyarul hangzásérzéket jelentene. De ez a hangzásérzék már egyúttal maga a hangszínnek az érzete is. Tehát ők vonásokról, artikulációkról beszéltek, amelyek egyúttal már hangképzés, tehát a képzett hang az egy hangszínnel rendelkezik, és az valamilyen az a hang. Ez náluk első volt, hogy legyen egy ilyen klangzinnek, tehát a hangzás érzetnek egy ilyen differenciáltsága. Állandóan egy inner dinamikról beszéltek, tehát egy belső dinamikáról, amelyet ők pszichológiai dinamikának neveztek. Tehát egy olyan dinamika, ami benne van a zenében, minden esetre ez a közép-európai zenére vonatkozik. Tegyük föl Bachtól, talán Richard Strauss, vagy nem tudom, ez az ő fő területük elsősorban. Tehát egy dinamika, amelyik nem jelenik meg tényleges dinamikaképpen, de egy belső lélektani dinamika. Beszéltek folyton egy frázis érzetről, amit Liszt úgy nevezett, hogy egy periódikus zenélés. Frázis érzet nélkül nem érthető a zene, nem artikulált a zene. Így tekintve több értelme van az artikulációnak. Akkurátus artikuláció, tehát a legkisebb értékig menően világos kell legyen, hogy az kötött két hang volt, nyújtott két hang volt, rövid hang volt, akcentuált hang volt, széles hang volt, és így tovább. Egy pontozott hangnál annak a teljes, szinte lerajzolható, elmondható technikáját tanították reggeltől estig meg nem szűnően. És végül is egy maximális dinamikai fegyelem, amely dinamikai fegyelem majdnem mondhatnám a disziplína, ami egy szakmára vonatkozik. Tehát ha fegyelem, az azt jelenti, hogy valamilyen kereteken belül mozog, azokon a kereteken belül viszont maximálisan szabadnak kell lenni, hogy maximálisan árnyalt lehessen. Ők hangsúlyozták azt, hogy a fegyelem nem megkötöttséget jelent, hanem bizonyos határok ismeretét jelenti, viszont a fegyelem ad neki módot arra, hogy minél árnyaltabb lehessen. A véletlen szerencse, de ez már elég régen volt, még annak idején, mikor még ők ide jártak, kezemre játszott egy Tannhäuser Nitány fölvételt 1931-ben, egy Tannhäuser film készült Dresdában. Busch tudvarevőleg a 33 után elhagyta Dresdát botrányos körülmények között. Addig viszont Busch volt Dresdában, aki a mai dresdai hagyományt még mindig magában hordja, és ezt majd a fölvételből fogjuk hallani. Ez a régies, kicsit zörgő, tehát mai technikai értelemben nem eléggé elfogadható fölvétel. Tehát mikor ezt meghallgattam, hirtelen ismételten nem tudtam szóhoz jutni. Valami olyan manifesztálódott, valami olyan nyilvánította ki magát, hogy amikor egy zenekar érzékelhetően egyénekből áll, egy szóló klarinét, egy üsdob, egy szóló hegedű, valami elmondhatatlan cselló szólam, a hegedű szólam, a kürtök, a harsonák, a szólam csoportok, akik fölfogásban szokták mondani, nem tudok hirtelen jobb szót, vagy stílusban, erre se tudok hirtelen jobb szót, talán érzésben, érzetekben, de az említett összes szempontok, amelyek szerint tanulnak, egyként ugyanúgy játszanak, ugyanazokból a gyökerekből nőnek ki, amely gyökerek azonos alapból táplálkoznak. Ezek a gyökerek ugyanabból a talajból szívják fel mindazt, ami ott megszólal. És ehhez a teljes személyes angazsmánja az egyes játékosnak, tehát az elkötelezettsége. Ahogy a dresdai koncertmester annak idején mondta, hogy úgy kell játszani mindenkinek, mint a egyedül rajta múlna a mű előadásának sorsa. Minden egyes személynek úgy kell játszania. Egy ilyen szellem a több mint 50 évvel ezelőtti filmfelvétel hangszalagjáról is átsüt. Egy ilyen megjelenésben tudjuk csak igazából felfogni Fritz Busch karmesteri nagyságát.
és találjuk csodálatosnak a Tannhäuser nyitányt, megismételhetetlenül csodálatosnak. De még azt is hozzáteszem, amikor az akkori zenekar mai gyermekei hallották ezt a fölvételt, nem ismerték, nálam otthon sírva fakadtak.